Hazája álom és titok, szem nem legelte pázsitok. Egyszer csak itt van, s mint kísér, csilingel és kísér, kísér. S fürtös csengő lesz, hangpatak, amelybe új csengés szakad. Mentát locsol, szirmot sodor, és illatos lesz, mint a bor. Áprili Lajos a Rím című versének kezdetével köszöntöm kedves nézőinket 803. adásunkban, a költő születésnapjára emlékezve, aki 132 évvel ezelőtt, november 14-én született. November 13-án pedig a magyar nyelv napja volt. Ez a nap a közfigyelmet igyekszik ráirányítani népünk szellemi, kulturális örökségére és nemzeti identitásunk alapját jelentő magyar nyelvünkre. A költeményben elhangzott bor mai témánk között is szerepel, ugyanis a Pancsovai Petőfi Sándor Magyar Művelődési Egyesület adott otthont a Bor és Hagyományok nevű rendezvénynek, amelynek szervezője a Kárpát-medencei Kinizsi Szövetség volt. Előtte azonban még egy szeptember végi eseményről hozunk képes beszámolót. Szegedi vendégek látogattak Pancsovára és környékére, ismerkedve az itteni magyar közösségek életével. További kínálatunkban a gyermekekhez szólunk. Székely Kevin és Hertelendi falván Fábián Éva, többszörösen díjazott előadóművész, mesemondó, népdalénekes és Szabó Zoltán zeneoktató lépett fel a gyermekek örömére mesemondással és dalok tanításával. Fogadják szeretettel 803. adásunkat. Szeptember végén a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége Szegedi Tagozata Közhasznú Egyesület mintegy 30 tagú csoportja jött városunkba. Szeptember végén, amikor még nyíltak a völgyben a kerti virágok, és itt is nyíltak még, amikor hozzánk érkezett, otthonról haza, hiszen a csoport szinte valamennyi utasa innen költözött át a forrongó időkben, abban a reményben, hogy hamarosan visszatérnek. Hát visszatérnek, vagyis inkább visszatérnek szülőföldjükre, mint ahogy most is, szembenézve a keserű igazsággal, hogy egyre kevesebben vagyunk mi, itthon maradottak, és egyre többen az utánuk indulók, de ezzel a szívmelengető érzéssel is, hogy körömmel, foggal ragaszkodunk ahhoz az árvakevéshez, amit ilyenkor, ilyen érdeklődés láttán örömmel osztunk meg velük, és büszkén mutogatjuk a nyomait annak, hogy itt voltunk, és hogy még mindig vagyunk. A háromnapos látogatás során állomáshelyük, szállásuk Székely Kevin volt, ahonnan bejárták a környéket. Városunkat útközben természetesen elsőként látogatták meg. Élménybeszámolójában a látogatásra Virágné Fülöp Katalin, az egyesület tagja így emlékezik vissza. Irány Pancsova, ahol a Petőfi Sándor Magyar Művelődési Egyesület tagjai vendégül láttak bennünket. Erdei Ernő nyugalmazott erdészmérnök megajándékozott verses kötetével bennünket. A bemutatkozást követően Ernő bácsi és Balassa Julianna tanárnő megmutatták a várost. Először a református templomot láttuk. Az egykori Hungária szállófalán levő emléktábla a felirata szerint Szent László király Pancsován győzte le a kunokat és besenyőket. A katolikus templom és Szent Háromság szobor megtekintése után elidőztünk a városháza falára, 1980-as években Erdei Ernő polgármestersége alatt helyezett tömör részből készült városi címer előtt is. Lesétáltunk még a Temes partjára, az egykori vasútállomáshoz is. A tartalmas eszmecserét és a kimerítő sétát követően a csoportot Hertelendi falvára, a három településnek egyikére kísértük, ahová 1883-ban bukovinai székelyeket telepítettek be. A református imaházban és a mellette épült óvodában Györfi Sándor egyházgondnok fogadott bennünket, aki az udvaron felállított ajándék kopjafa előtt a testvértelepülési kapcsolatok jelentőségéről is szólt. Néhány háznyira innen a Tamási Áron Székely Magyar Művelődési Egyesület székházában várták a vendégeket, ahol Lőcsei Ilona titkárasszony mutatta be a példásan rendezett, felújított otthont, szólva az egyesület tevékenységéről és a gondokról is.
A székely jellegű környezet, a székely kapu és kopjafa méltó előtere a nemrég felavatott tájháznak, amelynek eredeti berendezését, tárgyi emlékeit a vendégek a titkárasszony szakszerű magyarázata mellett nézhették végig. A református templomban Halász Béla református püspök előadást tartott a templom történetéről. Ezután elköszöntünk, a csoport folytatta útját délfelé. A másik bukovinai székely falura a VMDK honlapján élménybeszámolójában Virágné Fülöp Katalin így emlékezik. Következett Sándor egyháza, ahol szeretettel fogadtak bennünket a helyi Bonnárd Sándor Magyar Művelődési Egyesület vezetői, Németh András, Fischer Anna és Basa Gergő. Megnéztük a Szent Vendel templomot. A faluban a magyar közösségi ház megnyitására készülnek. A továbbiakról röviden csak a nem teljes felsorolás szintjén, azzal a nem titkolt szándékkal, hogy saját magunkban is tudatosítsuk, mi minden látnivaló van itt, tőlünk egy karnyújtásnyira, amiért emberek sokasága pár száz kilométert is megtesz. Szendrővára, Galambócvára, Kosztolácon a viminációmi régészeti leletek, Belgrádban a Nándorfehérvári csata színhelye a kétnyelvű emlékkővel, Zimonyban a Hunyadi toron. Jó utat kívánva itthonról haza, őszinte érdeklődésre, őszinte szavakkal felelve, az összetartozás ezer szálával kötődve búcsúzunk olyan érzésekkel, hogy az a bizonyos haza a magasból egyszer majd egy kissé lejjebb ereszkedik. A Kárpát-medencei Kinizsi Szövetség nagyszabású rendezvényt szervezett Dél-Bánátban november 7-e és 10-e között. A térség településein tett körút, valamint a gasztronómiai, borászati és más kulturális kincseket bemutató és élvezhető rendezvény elősegítette a nemzeti együttműködéseket az anyaországi és a határon túli közösségek között. A Bor és Hagyományai cím alatt zajló eseménynek otthont adó Pancsovai Petőfi Sándor Magyar Művelődési Egyesületben a befőttesek, hagyományos ételek, a borkóstoló és a különleges ebéd mellett az érdeklődők kerekasztal beszélgetésen vehettek részt, amely elsősorban a borászok közötti szorosabb együttműködést volt hivatni. A Pannon Televízió segítségével foglaljuk össze az eseményt. Az először megrendezett eseményen a résztvevők társalgás mellett megízlelhették a borok egyedülálló zamatát. Ilyen rendezvény csak is elősegíti, hogy megismerjük egymást. Itt van épp az jó elébe a magyarországi barátságot tudtunk felvenni, és ez a jövőben valószínűleg elősegíti, hogy mondjuk rá tanálkozzunk vagy megint itten, Szerbiában, vagy Magyarországon. Vadas specialitást készített a vendégeknek a Veszprémből érkező mesterszakács. Erdei gombás vaddisznó ragút csinálunk vörösborral, és a köret az pedig kapros tudós tusza lesz majd egy lepénynek megcsinálva, tehát ilyen főkockázunk, hogy tudjuk adagolni. A rendezvényen jelen voltak a Kinizsi Szövetség tagjai is. A szervezet 2015-ben alakult, és a Kinizsi Pál életeseményeihez kötődő falvakat tömöríti. Ezek jelentős része Szorvány Magyarság közösség. Pancsova is egyike azon 9 településnek, amelyek alapítói a szövetségnek. Én bízom benne, hogy azon túl, hogy kulturális és társadalmi nemzeti együttműködéseket szövögetünk a Kárpát-medencében. Ezen túl gazdasági együttműködések is kialakulnak például a borászok között, ami miatt most jöttünk. A rendezvény kiemelt célja, hogy közelebb hozza egymáshoz a határon túl és a környékbéli közösségeket. Az eseményen részt vett Pintér Attila, Magyarország belgrádi nagykövete is. Gondolom, hogy a hasonló rendezvények, amelyek egyrészt összekötik az anyaország és a külhoni magyarság különböző szervezeteit, illetve az anyaországbeli és a külhoni magyarságot, különösen, hogyha olyan témát találnak, mint például a mai rendezvény, azok mindig hasznosak és mindig eredményesek lehetnek. Ugye a mai rendezvénynek az egyik legfontosabb témája a bor. Azt ugye tudjuk, hogy Magyarország
Magyarország hosszú időn keresztül bor nagyhatalom volt. Magyarországon nagyon komoly hagyományai vannak a szőlőművelésnek, a bortermelésnek, és úgy tűnik itt az elmúlt néhány évtizedet követően, hogy újra nagyon-nagyon jó borokat tudunk Magyarországon előállítani. Ilyen tekintetben egyébként Szerbia is folyamatosan lépked előre, itt is egyre jobb borokkal találkozhatunk, viszont az ilyen rendezvények azok lehetőséget biztosítanak arra, hogy a szerbiai lakosok, a vajdasági lakosok megismerjék, minél jobban megismerjék a magyar borokat, és esetleg ezzel is lehetőséget biztosítsunk majd arra, hogy a magyar borok minél nagyobb számban és minél nagyobb mennyiségben megjelenjenek a szerbiai piacokon. A házigazda szerepében Ranc Károly, az Egyesület elnöke nyilatkozott. Azt határoztuk el, hogy a Kinizsi Szövetség előtt a programba tettük, hogy legyen egy tematikus gyülekezetünk, a bor és a hagyományok, amelyek a borból, bornak köszönhetően lettek. Nem csak bort ittak, de hát volt egy kis befőttes is, volt egy kis, kellett enni is valamit, de hát a bor volt az, amelyik összekötött sok mindent. Ez először van itt Pancsován, remélem, hogy következik jövőre is. Ha nem ez a téma a bor, akkor találunk valami magyar, hagyományos, valami, ami hasonlítson, és ez lesz a Kinizsi Szövetségnek az egyik tevékenysége, és mindig találunk más témát, vagy megtartjuk ezt, ami most volt. Itt vannak több borász, Balaton megyéről, Veszprémből vannak, Nagyvázsonyból, vannak innen a vidékről, Pancsova vidékéről, Dolováról, lesznek Pancsováról is, lesznek még egy kürtös kalács is meg lesz, akkor egy hagyományos vacsora, és meg kell mondanom, hogy van egy szép vendégségünk és egy zenekar. Az esti hagyományos bálon a veszprémi Rulett zenekar szórakoztatta a Táncmulatság résztvevőit. Magyar gyermekek éve és Benedek Elek meseíró születésének 160. évfordulója alkalmából szervezett körútja során Fábián Éva, bukovinai székely mesemondó és népdalénekes, az Aldunánál élő bukovinai székely közösségekben Székely Kevin és Hertelendi falván mondott mesét a gyermekeknek. Nagyjából mondta volt, hogy neki ott a fonóba mesélték az öreg nagyjókát, hogy az ánti világban olyan régen, de olyan réges régen, amikor még a kicsi Jézus sem élt a föld színjén, hát bizony volt ott a zsidók országában egy ember és egy asszony. Az embert Joachim apónak hívták, ugye milyen furcsa neve volt? De van ilyen név, Joachim. De az asszonynak a neve, azt mi is ismerjük, azt Anna nének hívták, Anna volt. Hát ezek éldegéltek szépecskén, együtt már sok esztendeje, volt a Joachim apónak
Junyája, legelője, pásztorai. Ő is megtanult nagyapójától szépen pásztorkodni, aztán tudott az öreg furujázni, dudálni. Régen még nem volt orgona a templomokban, ott bizony, mivel jó hangos volt a duda. Ugye hallottátok, milyen hangos a duda? A templomokban orgona helyett akkor még dudáltak a népek. Na, Joachim apó is ügyesen megtanult az öregjeitől, ügyesen tudta fújni ott a dudát. De bizony teltek voltak az esztendők, s várták, hogy ha őket is megáldja a fennvaló. Na, kivel, mivel, mit gondoltok? Mindent tudnak, látod el. De teltek múltak az esztendők, szinte-szinte már öregecskék lettek, s gyermekáldás nem jött reik. Fábián Éva, bukovinai székely mesemondó és népdalénekes már több alkalommal volt vendég az aldunai bukovinai székelyek körében. Az elődöktől és neves székely meseírók gyűjteményéből tanult népmeséket a déli órákban Székely Kevin, majd este Hertelendi falván mondta el a közönségnek. Ez alkalommal a lassan közeledő szeretet ünnepére hangolódva már a karácsonyi csodáról, a Jézus születéséről mesélt a gyermekeknek és az őket kísérő felnőtteknek. Két gyereknek is nagyon jól lehet mesélni, meg 200-nak is. Nem a létszámon múlik, nem a hangulaton. A mesének varázsereje van. Hat a felnőttekre is, a gyerekekre is, két gyerekre is, 100 gyerekre is. Mese az egy varázslat. Ugye most ez a divat, hogy interaktív. Hát én akkor így meséltem, amikor ezt a kifejezést nem is ismertem. Gyerektáncházba meg kellett oldani, hogy az elterelő, a gyerekek, ha eltereli valami a gyerekek figyelmét, akkor hát pont ezzel az úgynevezett interaktivitással vissza lehetett csöppenteni. Ha egy mondókát kellett gyakorolni, vagy úgy gondoltam, hogy mire hazamennek a gyerektáncházból, vagy most az iskolából, az óráról, mire hazamennek, memorizálják azt a dalocskát, mondókát, akkor belé-belé szövöm a mesébe. Hát én így csinálom, én tulajdonképpen a mesélést a pedagógiai munkámhoz egy nagyon jó, varázslatos eszköznek használom. Hála jó Istennek, hogy a Hagyományok Házában Budapesten van egy olyan kezdeményezés, illetve most már évek óta van népmese tanfolyam, ahol összejönnek olyan emberek, akik szeretik a népmesét, szeretik hallgatni, szeretik mondani, és szeretnék még jobban mondani a gyerekeknek. És nagyon sok trükköt ellesünk egymástól. Gyerekeknek szeretek leginkább mesét mondani. Igaz, hogy a mese régen felnőtt műfaj volt, a gyerekek esetleg ott ülhettek a sutuba, és hallgathatták, ha olyan volt a mese, de én azért is a tanításba, a pedagógiai munkába használom a mesét. Pontosan azért, mert mivel ilyen varázslatos hangulatot, légkört teremt, alkalmas például népdalok gyakorlására is. A magyarországi mesemondó Szabó Zoltán előadóművész és zeneoktató kíséretében érkezett, aki dudán és furuján muzsikálva varázsolta csodássá az elhangzó mesét. Kicsit kiszínesítjük,
dalokat tanulunk, és akkor ha az egy hangszerre megy, akkor mindjárt más. Ha meg speciális hangszereket szólaltatunk meg, akkor azt is megismerik a gyerekek, tehát tudják meg, legyenek rá büszkék, hogy mivel már a Kárpát-medencei vagy magyarországi duda hagyomány is a UNESCO örökség része, kulturális örökség része, ezt pont a zeneiskolánk terjesztette föl, jó magam is közreműködtem benne, tehát erre legyenek büszkék, hogy ilyen nagyon szép hangszerek maradtak meg, gyakorlatilag a 20. századig, mert Pál Pista bácsi, ugye az utolsó dudás, tereskei juhászember 2016-ban lépett ki közülünk, úgyhogy remélem föntről ezt a mai napot is látta, hogy milyen szépen énekeltek a gyerekek a dudára. A mesemondók vajdasági karútja tovább Nagybecskereken és Magyar Szent Mihályon folytatódott a Magyarság háza szervezésében. De akkor az égnek merett a ficva összes ága. És ahogy meghallották Mária sohajtását, hogy jaj, édes jó Istenem, jaj, valahogy meneküts meg minket, a ficva az összes ágát lehajtotta egész a földig, és a szent családot bébújtatta, mint egy sátor alá. Katonák úgy elmentek, nem kapták meg. Máriacska megáldotta a ficvát, hogyha bármi kicsi ágaboga a földet éri, az gyökeret eresszen, megfogadjon, és belőle új élet fakadjon. Azóta ilyen szaporas, életre való a ficva. Na, halljátok-e? De mikor ficvától kiszabadultak, ajokat is sötétedett, nem láttak az orrukig se, fújt a szél, esett az eső, Mária ekkora könnyeket potyogtatott, mint a kujakon. És azt mondják az öregeink, hogy ahogy Máriának a kujakomnyi könnyen lecseppent a földre, a következő tavaszon abból egy bokor virágocska nőtt ki. Ebben anyák napjakor nyílik, így fürtökben nő rajta a gyöngyszemű, könycseppszerű kicsi virág. Na, melyik virág? Azótától fogva Mária könnyéből lett a gyöngyvirág. És nem kapták az utat, sötét volt, úgy sírt, úgy leszkedett Mária, és akkor mi történt? Annak a sok kicsi megölt gyermeknek a lelkéből lett egy világító mécseske, lámpácska. És mint egy ilyen kis világító mécses, odaszálltak a szent család menekülés útját megvilágítani. De azt mondták az öregek, hogy azt senki más nem látta, csak a szent család, mert ők voltak reaméltók. Kedves nézőink, műsorunk végén megköszönjük figyelmüket. Már most jelezzük, hogy az idei délbánáti karácsonyi szokások és betlehemes játékok találkozóját december 7-én szombaton tartják meg Hertelendi falván. A szervező Tamási Áron Székely Magyar Művelődési Egyesület ezúton is kéri a fellépők jelentkezését. Minden érdeklődőt szeretettel várnak a rendezvényre. A részletekről következő adásainkban adunk tájékoztatást. Új műsorral reméljük egy hét múlva jelentkezünk. Tartsanak akkor is velünk. Viszontlátásra!